Jó estét kívánok! Motoros futárok, illetve egykori és aktív katonák között keresik a rendőrök a két héttel ezelőtti bankrobbantás elkövetőjét, erről írt a Blick. Közben a rendőrök vizsgálják azt a levelet, amelyben egy magát őrseregnek nevező szervezet vállalta magáról robbantást. A levelet kivágott betűkből rakták össze. A leherúti bankrobbantás helyszíne a sötét ruhás bukósisakos motoros két csomagot tett le a bankfiókoknál. A robbanás több tízmilliós kárt okozott, a motorost azóta is keresik. A rendőrség 135 fős nyomozó csoportot hozott létre, hogy megtalálják. Nem tudom, hogy a szövetségünk iránti rokonszemnek valamiféle kifejezése ez a levél, vagy éppen, hogy provokáció és lejáratás céljából. Illiás Ádám arról a levélről beszélt, amelyet neki címzett egy ismeretlen. A levélben egy magát őrseregnek nevező szervezet vállalja magára a robbantást, sokkal többet azonban nem mondott a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségének elnöke. A levél a rendőrségen van, a nyomozás érdekei miatt azonban ők sem árulnak el többet. Egyelőre nem tudni, hogy valós-e a levél tartalma, amelyben egyébként több leendő célpontot is megnevezett annak írója. A Hír 24 úgy tudja, hogy egy délalföldi településen adták postára a levelet. Alap szerint a célpontként felsorolt pénzintézetek között is vannak vidékiek. Éliás Ádám azt mondta, elítélnek minden olyan fellépést, amely bárkire, akár egyetlen emberre is veszélyes lehet. De elítélik, ahogy közleményükben is fogalmaztak, azt a spekuláns, rabló magatartást, amely mások munkáján élősködik. Itt egy súlyos jogi krízis van, hogy a bankrendszer megteheti-e sok-sok százezer emberrel, hogy trükkös módon becsapja őket. Ezért elképzelhető, hogy korábbi akciósorozataikat újraindítják.